Sziasztok, országos között No Life, és ma ezzel a Pix to Pixel fogjuk nyomni. Lerajzoljuk a cicácskát, ő az egyetlen dolog, amiért még néztek minket, úgyhogy kicsit bevonjuk őt is az életbe. Az egész programnak a lényege az, hogy itt rajzolsz valamit, ami most ugye is cica lesz. Felismeri. És felismeri, bár. És megpróbálja bepótolni így az interneten található ilyen cicás képekből. Vagy egy adatbázisból dolgozik, nem? Nem tudja a rákom. Fogalmam sincs, Ákos, hogy miből dolgozik, nem érted? Fogalmam sincs. Nem nézte egyre utána, ez csak szép, egy az egybe jelent a cicácska. Várjál. Hát. Várj egy kicsit. Ki van baszva? Az a válla lesz? Ahogy fekszik, várjál. Igen, mert testet is bír, meg minden tud. Mindent felismert. Tehát az alapképben benne volt a test is. Igen. Test is. Az mi? Azok a foltok? A foltja, igen. Aha. Ja, várjál, meg így jön a fején. Így, a fülébe a szőrt. Fülbe a szőrt. Kilóg. Így. Meg... Körmöket. Úgy. Amivel szétkarbolja az alkarodat. Igen. Meg fogokat, amivel elharapja a torkat. Várjál, a hátsó szél. Másik lába nem látszik, úgyhogy azt így... Így ki. Most na, nem, de azért... Nézhetjük? Adjunk neki egyet. Aha. Nem bírja. Befagy. Nomination! De a szemeket hogy felismert? Hát, meg a fület is. Tényleg. Mondjuk az aljainkám így ilyen bagoly, vagy nem tudom, ilyen Csernobil szülötte bagoly. Próbál. Csak egy csak a fejed? Hogy? Oldalról. Cica? Oldalra menjél, vissza ne így. Már úgy. mint amúgy hallgatna bármire is. Nem csak arra, hogy üljél, mit csinálj. Normálisan viselkedj. Ja, egy hátulról így néz, vagy így mereng az ablakba. Nézi a lánycicákat. Igen, nézi a kinti cicákat. Mert ide szokott jönni amúgy egy másik macska itt a kertbe. És amikor így itt van, perfect. Akkor így a párkányon így befeszül a cicácska, és így... Igen. Nem is tudom képzelni. Mert hogy védi az egy területét, hogy mi a fasz? Nem, csak hogy egy izgatott lesz, hogy ott egy másik cica. Ez nagyon creepy. Mondjuk ez annyira tényleg nem lett ez egy bár cicácska, lelkileg így néz ki. És várj, tehát, itt a farka, az meg ilyen nagyon... Bozontos. Nem, ilyen kis vékony. Ki vékony farka van? Vékony farkú. Hát ez szép lett, Ákos, pedig te tényleg tudsz rajzolni. Na látod? Azért furcsálom ezt az egészet. Ja, még azért 3D-be helyezzük, mert amúgy minden... Érbe helyezzük már, az meg. De ezt most nem csak úgy... Oh, az mennyire pszichedelikus, hogy ott egy szemgolyó a farkába. Az így bevillanna egy álmodba egy ilyen, vagy csak azért elfelriadná. Hát, szerintem én már fel se riadnék. Na várjál, nyomok én is egyet. Nyomjál te is. Csak fejed, szép. Hogy hát ha. Jó, de rajzolja neki cica fej. Szép szemeken. Szép szemű cica? Hoppá, ufó cica. Hoppá! Oh. Jaj! Most újra kezded egy ándú. De ándú, jó van, már értem. Ilyen cica szemek vannak? Aha. Mondjuk, hát na. Én ezt tőled tanultam. Igen. Még egy háromszög bele. Úgy. Bajusz. Szerintem egy az egybe a cicácska. Orr. Megvetés a szemekben, az tényleg olyan. Hogy van a háromszög így? Úgy. Igen. Nem fordítva? Nem. És... A cicácska az, hát ilyen... Ilyen szájom van általában. Nem lesz, hogyha én lennék macskába, akkor valahogy így néznék ki. Mindegyik áziállat olyan, mint a gazdája. Ja, tényleg. Tehát a cicácska is ilyen, ez whatever. Nézzük meg. Ez azért elkapta a karaktert, elég jó. Azt mondjuk külön tetszik, hogy vörös az egyik szem. De van végrezve. Na most nézzük, most testen rajzolj, mert most te csak fejed. Ez az alap. Igen. Igen. Igen, az a másik mancsa, nem? Az a három. Hát így, igen. Hátulra. Nem, így már értem, igen. Érted? Ó! Kiadta. Kiadta. Nem tudod? Csak nem, ezeket a bogár csápokat nem értem a hátán, de mi az a... Hát azok azok. Jogi, úgy értem, ja. Csak, hogy ilyet, mintha, tehát ugye, ha a herem. De ez mi az, két alvó macska amúgy a lábán? Olyas. Rajzoljuk le egymást. Jó. Milyen ennél cipőnek? Jó. Mert hogy cipőket is lehet csinálni. Yeah. Most akkor nézlek, hogy ott vagy. Jó. Bajusz az első. Jó, hát ez tök jó lesz. Ez az egy az egybe. Eddig. Az mi? Az a hajad. Hát az. Olyan vagyok, mint valami öreg ember.
ilyen félmosoly. Mi nem is vagy öregemből, figyeld. Teszek neked is, és szemgolyót. Túl sok élet van ezt. Amúgy igen, kicsit vágják erre, Andu. Ilyen Rick és Mortisan, ilyen... Jaj, azok csontja. Kis satír. Vállat. Ja, vállat. Nem fér ki sajnos. De szakel az államon, és akkor nem úgy nézek, mint egy öregember. Nem, mert most nem úgy nézek, mint egy csöves. Tessék, geci nincs rajzolat, akkor szépen nőcsön, baszd. Hát mert annyira nincsen, csak kicsi. Cipőnek. Jézus, baszd meg! A melyik az a lepel? Torinói lepel. Hát ez, baszd, te vagy Jézus. Tényleg, most nem mozogja a Dávid. Igen. Egy aliennek én. Vágj, nem, a szakállal együtt van már. Ja, értem, jó. Ez a szemem? Nem, az a szád. Jó. Eddig olyan, mint a Donát kacsa, és a, nem tudom, a... Az olyan, mint egy hatalmas toka. Szemeállását, azt nagyon nézi, a nézését, meg a látását. Ezt nagyon eltaláltad, de a szakása a legrosszabb. Szemöldök miatt nem ismered meg. Jaj, jaj! Na várjál! Mondjuk ekkora füled nincsen, az véletlen volt. Hát bajuszta, egy az egybe így nézek ki bajuszta, az hiányzott, látod? Milyen hülyén néznék ki bajuszni el. Ó, még te. Figyelj, és Guarnier is lesz. Hát egy művészember vagy. Köszönöm. Figyelj, portrét válasz pénzért. A pénzért mindent vállalok, ez bennem talán a legjobb tulajdonság. Na, milyen lennék cipőbe én? Ez Jézus. Ez is kevésbé én Jézus, krumpli, mint te. Krumpli. Ez most egy kicsi. Akkor most rajzoljál le táskának. Várjál, akkor táskának. Profil. Egy profil táskának? Hát ez nyakkal együtt nagyon nehéz, de most mondjuk a nyakat hagyjuk ki. Nyakat nem. Bajusz? Uh-huh. Bajusz, száj. Merre nézzek? Előre nézzek? Előre nézzél. Maradjál úgy, mert már úgy kezdtem el. Eddig mexikói motoros banda feje vagy. Fül az, ami hiányzik, úgy nézem. Jó, meg ilyen kis izéket itt teszünk ilyen. Mucho properte. Az igen. Akkor a karéda meg alatt be se fél. Az igen. A nyakad talán kicsit nagy lett. Jó, csak mi ez, hogy akkor röhögtem el magam. Ja. Na, táskába. De egy elég szép táska lennél egyébként, én azt nézem. De mi az? Az egy poncs vagy? Az egy poncs. Nem tudom. De, mert ugye az eredeti, az egy ilyen fekete kézi táska. Csak abból próbálja összerakni. Ja, amúgy van itt radír, azt most nézem. Ja, én milyen lennék táskának. Profilból te is? Ilyen lennék. Gyönyörű. Melyik profilom jobb, vajon? Ez már ezt kezdtem, úgyhogy... Ez nagyon csábos, bazdmeg. Gyeszire elkattam, most amúgy. Maradjak úgy, mi? Aha. Milyen stílusba alkottad? Ez... Korai reneszánsz? Kubista. Kubista? Egy picit. Futurisztikus. Technokrata? Technokrata. Technokratikus művészet, azt nagyon szeretem. Bazzik, nézzem meg, milyen geci jó lett! Ez a száj! És ez mi az a tumor ott a nyakam? Ez? Van valami ott hátul, látod? Ott így kiáll. De nem, mondja, ez a tumor. Ja, ez a gallérod. Ja. Hát szép. Ez geci jó lett. Hát szép. Ezt profilképnek beállíthatnák, és mindenki felismerne. Így jelölgetnének be. Jó, ez az a srác, ezt ismerem, bazzik. Hú, ma ennyit a futurisztikus technokratákról. Hallod? Én a robot. Milyen állkapcsom van? Azt a lila univerzum megnyitott állkapcsom. És ott van benne valami róka, vagy valami éze. Rókabőr. Ürgebűr. Ürgebűr. De az mindenféle csipök az agyamba. Így. Hülye. Művészet. Művészet, országosok. Művészet. Igazi. Ezt mentsük el. Mondjuk úgy is el van. Kereteztessük be, azt adjuk el. Jó. Le lehet menteni. Le. Kikiáltás jára 2 millió forint. Így van. De nagyon, nagyon kell ügyelni, mert egyből felmegy, úgyhogy... úgyhogy gyorsan kell megvenni. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ma is. Aki okay, tetszett a videó, és lájkot tesz hamarunk. Kommenteltve szeretne az országos panu. És akkor fel is iratkozott az integratív. Bizonyám. Tisztelet.